Ne tévedd el soha a szemedről, s őrizd meg a szívedről.
Szeretettel köszöntöm mindannyiunkat, nemzetünk, városunk és kerületünk
Amit mi, vagy a mi
Szent István nem csupán a saját elemében, képességeiben bízott, hanem annál inkább Istenben, a közvitában. És ráépítette, rázalkozta az életét, mert tudta, hogy semmiféle vihar nem tudja tönkretenni. Az okos ember sziklára építi a házat. Nem dőlt össze, mert sziklára épült. Mennyi víz, mennyi vihar, mennyi támadás vonult végig a magyar nemzet testén. Az nemzet visszaadódhat, és itt vagyunk. Élünk. Semmi nem tudom bennünket tönkretenni, mert van egy kapaszkodót, az Isten, a hitünk, a becsületünk. Ezeket meg kell nézni. Nem az a feladatunk, hogy egymást tartalmat oldjunk. Nem az a feladatunk, hogy mindig kritizáljunk. Nem az a feladatunk, hogy mindig elégedetlen legyünk. Mert a nemzet mindig akkor tudok találni, hogyha összefogott. Ha egymást tartalmat mondunk, ha belőtjük a legnőt, mindenki csinálja, ami akar, akkor a kocsit lefogunk. Akkor az állóba kötünk ki. István király szorosan fogta a gyerekét, mert tudta, hogy ez viszi előre a nemzet szegélyét. Ez a mi feladatunk is. Olyan szépen az oldalát, hogyha megnézzük. A király imádkozni tanítja a gyermeket. Letérdel, meghallgul az Isten anyja előtt. Indítsa
Kompromisszum készséget,
intézmények szándékot.